Itt a tél, és ilyenkor a disznóvágások ideje is, ehhez kapcsolódik, hogy a karácsonyi készülődésnek elmaradhatatlan kelléke, a töltött káposzta. A hányház annyi szokás, most polgári módra fogjuk ezt elkészíteni, méghozzá itt a Nomád étteremben, az M3 Archeo Parkban Imrével. Imre, a polgári töltött káposzta miben különbözik a többitől? Hát a polgári töltött káposzta annyiban különbözik a többitől, hogy gerslivel, árpagyöngyel készítjük, sóborssal és egy pici fokhagymával ízesítjük. Itt más nem raknak ezen a környéken a töltött káposztában. És ez nem lesz paradicsomos? Ez nem lesz paradicsomos. Apró káposzta lesz alatta, most kivételesen édes káposzta lesz a levél. Apró káposztával fogjuk savanyítani egy picit, és úgy főzzük majd meg. Fél kiló darált húshoz 5 deka gerslit, azaz árpagyöngyöt, sót, borsot, piros paprikát és fokhagymát adunk. Olvasztott szalonna zsírjával meglocsoljuk, majd az így összeállt masszát alaposan összekeverjük. Ezt a házi asszonyok kézzel gyúrják, hát én most meg fogom ezt egyébként kóstolni, hogy elég fűszerese. Nem nyúlok bele, de hát sósnak elég sós. Szerintem jó lesz. Jó. És egyébként a gerslivel valamit kell jobban odafigyelni, mint a rizssel. Azt hiszem, azt hát talán tovább fő, így nem? Így van, így van. Több ideig kell főzni egyébként, majd föltesszük, minél hamarabb megpróbáljuk felfőzni, és aztán lassú tűzön fogjuk, inkább dúsztoljuk ezt a töltött káposztát. Jó, tojást nem is rakunk akkor bele, hogy összekap. Isten ments. Mert a tojástól nagyon megkeményedik a töltött káposzta, lehet főzni nagyon sokáig, és ő mindig kemény marad, mindig kemény lesz. Vagy sokan raknak bele tojást. Hát, szerintem hibát követnek el. Jó, na akkor legalább valami jó tippet adtunk nekik, hogy többieknek hátha tojás nélkül is lehet ezt. Az előzőleg megabált káposzta leveleket lekacsoljuk, azaz levágjuk a keményebb szárát. Az abáláshoz a vízbe sót és ecetet teszünk, és a káposzta levelekkel együtt a vizet felforraljuk. A savanyú káposztát átmossuk, de csak annyira, hogy megmaradjon az íze. Az így előkészített káposztával megágyazunk a töltelékeknek. Behagyjuk az egyik oldalát. Eltekerjük. A hús fele kiesett. Azt félretesszük. Ami kiesett, azt pótolni fogjuk. Hát remélem, hogy majd ez a levél ki fogja bírni. Hát ilyesmi nagy káposztákat szoktak erre felé tölteni. A töltött káposzta leveleket be is takarjuk. Apró káposztát helyezünk rájuk, majd főzés előtt még kevés sóval és borssal is ízesítjük. Ez csak azért, mert hogy ne legyen ízetlen a lé. Hogy ami, ha nem ízesítünk egy picit, akkor a káposzta belsejéből kifőnek az ízek, és ebbe a lébe benne marad. Jó. És akkor így megmarad a tölteléknek az íze is, meg a... Gyakorlatilag, mint egy kéreggel így lenyomjuk azt, hogy a sóval, borssal, így ezt rárakjuk. És főzés előtt megpróbálok egy olyan méretű tányét keríteni, amivel le tudom súlyozni. Aha, hogy ez még egy kicsit jobban lesz. Igen, le kell súlyozni azért, hogy ne nyíljanak szét a töltelékek. A tányérra öntjük a vizet, ügyelve arra, hogy a káposztánkat is ellepje. Megfőzünk egy tányért is vele. Jó. Most ezt még lehet továbbfejleszteni, ezt a fajta súlyozást, mert most nem sokat főzünk, de ha sokkal többet főznénk, akkor erre még plusz nehezéket tennénk, mondjuk egy ilyen kis lábas televízzel. Ja, aha, hogy az még az úgy kell, igen, ez már nem bír többet, mert nem tudok rátenni több súlyt, bár tennék legszívesebben. Aha, hogyha nem teljesen akkor a tányér, mint az edény, az sem probléma, mert akkor úgy csak mellé csorog a víz, de ugyanúgy azért a súlyát, hogyha hozza, az a lényeg, hát hogy nehéz legyen. Főzünk. Így van, az a lényege. Az a lényeg, hogy az első 15-20 percben a káposzta ne kezdjen el megnőni. Fedő alatt 40 percig főzzük. Eltelt 40 perc, és most már igen látható, és most már érezhető is, hogy ez a káposzta most már egészen jó lesz. Mit teszünk? Levesszük, gondolom, most már a nehezéket. A fedőt, és kivesszük a nehezéket belőle. Megfogom ezt. Így van. Hát most már elég jó a színe is. És ezt fogjuk habarni, vagy rántani? Nem fogjuk sűríteni ezt. Semmivel, hanem majd csak a végén rakunk rá tejfölt tálaláskor. Aki kér, tálaláskor teszünk az asztalra tejfölt, és aki kér, tesz rá, aki nem, nem tesz. Így akkor el is lehet rakni. Hosszabb időre is akár a hűtőbe. Nem fog megromlani.
az illata jó. A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.